Sziasztok! Ez a Kulisszák mögött podcast Kossuth Lajossal és Ál Istvánnal. Műsorunk zenészekről szól, nem csak zenészeknek. Tartsatok velünk, jó szórakozást! Üdvözlünk mindenkit ebben a podcast sorozatban. Ma ismét egy olyan zenésszel beszélgetünk, aki a saját műfajában elérte, hogy a legnagyobbakkal játszott egy színpadon. Világszerte elismert zenész, zeneszerző, számos díj tulajdonosa, Bólai Gergő a vendégünk. Szervusz, szia! Szia, sziasztok! Azt szeretném tőled megkérdezni, hogy miért lesz valakiből dobos? Tehát nem úgy, amit ugye elmondtál eddig az interjúkban is, hanem hogy ezzel nem akarok senkit megbántani, de a dobos pont nem a legnépszerűbb tagja egy zenekarnak általában. Persze leszámítva egy-két példát, mint a Mötli Rűbe, vagy, vagy ilyen zenekarokban. Vagy pedig ez a jazznél teljesen más kép van. Hát, ugye eleve gondolj arra, hogy semmi értelme nem lenne semmilyen zenekarnak, hogyha nem lenne benne dobos. Tehát, hogy mondjam, a ritmusra táncolt az ember mindig is. Tehát a legősibb hangszerről beszélgetünk, akár nézzük. nézők. Tehát az első dolog, amit az ősember annól csinált, az, az hogy próbált valami fajta ritmust gerjeszteni valamilyen felületen, amire aztán elkezdtek mozogni a, 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 társai. Tehát, hogy ez egy annyira ősi dolog, hogy, hogy ez mindenkibe benne van, a, a, ritmus. Tehát nem, ez nem a ritmus kérdése, hanem ez egy, ez, egy, ez egy, ösztön, ez egy ősi ösztön, ami, ami megmozgatja az embert. Az hogy, na, az, hogy mitől lesz valaki dobós, hát, hogy mondjam, ez, ez pontosan ugyanolyan, mint hogy miből, mitől lesz valaki festő, vagy politikus. Tehát, hogy valakiben van egy, egy bizonyos fajta tehetség, vagy egy érdeklődés, akkor ezt alkalmasint akkor ezt a hangszert választja nálam. Ez, ez egy nagyon-nagyon természetes dolog volt. már fedezte fel, hogy két éves koromban, amikor mindenki más páros kézzel csapkodta az asztalt, én ezt váltott kézzel tettem. És és három éves koromban pedig magamtól kezdtem el dobolni, míg után hallottam egy nagyon híres jazz dalt, ami a Dave Brubecknek a Take Five című szerzeménye volt. Az de jó. Bizony, és volt ott egy dobfelszerelés, mert apámnak volt egy hobbi zenekar, és volt egy ilyen nagyon-nagyon szegényes dobfelszerelés, és azon elkezdtem játszani ezt a grúvot három éves koromban, és erre emlékszem is ráadásul. És nem volt kérdés, tehát a mai napig ugyanazt akarom, amit akkor. Értem. Ez egyébként nagyon érdekes, amit mondasz, mert a legtöbb zenész úgy kezdő, hogy elkezd ütni valamit, vagy csavarhúzóval, vagy fokanállal, én magam is így kezdtem különben, hogy ilyen alapütemeket elkezdtem dobolni, mert az a legegyszerűbben megszólaltatható hang tulajdonképpen, amikor dobolsz valamit, nem? De azért ez valahol, én azt vettem ki a szavaidból, hogy te való ezt egy művészetnek is tekinted, ha már ugye a festészethez hasonlítottad. Hát nézd, uh... Igen, tehát hogy, hogy mondjam, ugye zenéről beszélgetünk, ami egy művészeti ág. Mindenképpen, persze. Hogy a, az, hogy, az, hogy, az, hogy, tehát hogy mondjam, vannak fantasztikus doboszenészek, és, és vannak dobművészek is, akik, hogy mondjam, akik tulajdonképpen dobművészeknek tudom titulálni azokat a, azokat a dobosokat, akik, akik egyedül is tudnak egész estés előadásokat tartani, mint például a Terry Bozzio. Tehát ő, ő, őt például egy hatalmas művésznek tartom. Ugye ő egy ilyen rockstar volt, Frank Zappánál lett híres, utána ugye volt a, a UK nevű zenekarban, majd különböző fantasztikus előadókkal tengette az életének a jelentős részét, mint például a Steve Vai vagy Jeff Beck, stb. 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 És aztán egy, ő kezdte el tulajdonképpen ezt az egész estés szóló elő, előadást. Ö, tulajdonképpen egy Hatalmas dobfelszerelésen kvázi szimfonikus zenét játszik egyedül. Ezt, ezt én hatalmas művésznek, művészetnek tartom, és a legfelsőbb kategóriába tudom sorolni, mint előadásmódot. Szóval igen, tehát ez is egy művészet valóban. Most azért is kérdezem ezt, mert uh, tulajdonképpen a, a dobosok nagy többsége általában háttérben, háttérben van szorulva, és mégis nagyon meghatározó egy zenekarban, hogy milyen dobosa van. Hát beszélgettünk már dobos kollégáddal, remélem mondhatom így, a, a, az Ákos dobosával, és ő is, ő is, egy ilyen különleges személyiség ugye belül, tehát hogy nagyon, nagyon nem törnek ezek így előre, addig még nem beszélgetsz velük. Csak jó, hát egy dobos dobolgat, stb. stb., de mégis valahogy valami olyan, olyan mély elhivatottság, vagy olyan mély művészi hajlam kell ahhoz, hogy valaki ezt tényleg magas szintre fejlesz, hogy itt nem csak arról van szó, hogy itt egymás után ütögeted a bőröket, meg a színeket, hanem tényleg valami, valami lelkületet adsz ennek az egésznek. Én legalábbis nekem ez jött le ebből. Hát nézd, az, hogy az, hogy háttér, hogy mondjam, tehát ez tulajdonképpen idézelesen az, hogy háttérben vannak a dobosok, ez egy dolog, de valamilyen szinten a karmesteli pálca a dobosok kezébe van. Tehát ugye azáltal, hogy hátul ülnek, most így viszonylag műfajtól függetlenül, ez a rálátásuk van mindenre. Úgy a közönségre, mind az egy teljes zenekarra vagy társulatra, akik a, ugye műfaj váltogatja, mikor milyen vagy felállásról beszélgetünk, vagy formáról. De tulajdonképpen minden a dobosom múlik. Tehát, hogyha az a fajta frekvencia, az a fajta hangerő és erő egyszer csak abba marad, azt mindenki észreveszi. Míg hogyha mondjuk a billentyűs éppen kidől, vagy elromlik a hangszere, azt nem feltétlenül veszi mindenki észre. Az, hogy háttérbe vagyunk szorítva, ezt én nem fogalmaznám így, mert ez egy nagyon-nagyon élvezetes pozíció. Ugye eleve a legtöbb fizikai uh, beinvest uh, a dobosoknál van egy zenekarban, meg egyáltalán a hangszeren. Tehát ez, ez, ez igényli a legnagyobb fizikai erőt, a, 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 a leg, leg, uh, legnagyobb fizikai neherbírást, uh, és ez egy jó dolog. Tehát ez egy, ez egy, nagyon élvezetes dolog, és hogy mondjam, a, az, az, a, az, az, öröm és az az élvezeti érték, amit maga a hangszer ad a hangerejével, meg a, 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 a tranziensével, a fizikai beinvestációjával, az, nem, az, az, teljesen félreteszi azt, hogy nekünk elő kellene legyünk például a színpadon. Láttam a múltkor egy Chanel koncert koncertfelvételt, ahol egy lány dobol, és nagyon jól különben, és úgy képzeld, de nem tudom, hogy te ezt láttad-e, hogy koncert közben ezt a kislányt elő, egy elég fiatal lányról beszélünk, 20 éves talán, bár nem tudom pontosan, és előre tolták ilyen mozgatható dob, á, dob színpadon ültő tulajdonképpen, és, és előre vitték a közönséghez, és akkor úgy bemutatta, hogy dobol egy kicsit, meg ilyenek, szóval ez, ezek a törekvések is pont azt mutatják, hogy tényleg, egy zenekarban mennyire fontos, tehát egy jó zenekarban mennyire fontos az, hogy milyen, dobos játszik, ugye? És nem a háttérben, hanem, hanem ugye egy, egyenrangú tagként. Most, Hát hogy... egyrészt, másrészt meg arról, bocsássák, hogy közben ugye annó a dobszólók is az ilyen nagy koncerteken ezért voltak. A, egyébként még visszatérve erre a háttér funkcióra, azért ennek voltak ellen már elég korán. Tehát amikor a, Buddy, például a Duke Ellington féle Big Band volt, ő kezdte először így promotálni kvázi a dobosokat. Nála Louis Belson nagyszerű dobos dobolt, aki először használt két lábdobot úgy igazából ebben a műfajban. És a Duke, Duke Ellington, aki a Big Band vezetője volt, egy nagyszerű zongorista, ő például nagyon-nagyon promotálta Louis belson -t. Aztán ugye lett a világnak egy Buddy ricse, aki, aki, pedig már saját Big Bandet csinált, és ő, ő már tulajdonképpen az 50-es évektől a saját Big Band-jével és az egyik legjobban fizetett zenekar volt a világon. Ugye aztán lett Billy Khabem, aki teljesen forradalmasította a dobolást, ő, is saját, gyakorlatilag a mai napig, miután kiszállt a Mahavizsnó Orkesztrából 1973-ban, a saját nevén turnézik a mai napig. Ezek az emberek előre jöttek, és, és ez nagyon-nagyon-nagyon és ez sokat tett a hangszer rendkívül populáris átételén ért, és létrehozta tulajdonképpen az egész világon a, ezt a dobos társadalmat, ami a legösszetartóbb és legkevésbé ö, ö, egymással versenyző társadalmi réteg a Földön, és ez rendkívül jó. Tehát ez a fajta community, dobos community a világon bárhol ö, összehozza az embereket. És ez borzasztó jól látni. Tehát ez sokkal erősebb, mint a gitáros társadalom például. Hogy a gitárosoknál nagyobb rivalizálás van egymás között? Itt jön elő az, hogy a gitárosok frontemberek, tehát ők primások és primadonnák. Tehát, hogy ugye egy más emberi alkat, ugye vannak ilyen szó szerinti gitárversenyek, ki a gyorsabb, stb. Ugye nekik lényegesen, tehát nekik sokkal inkább el, kell adjuk, el kell adják magukat lévén, hogy előállnak. Az teljesen más réteg, más emberek, más, másfajta személyiséget is kíván, és más más is a, a a gitáros társadalom ezáltal. A dobosoknál ez nincs. Ugye, ugye, pont ebből, amit, amit az előbb mondtál, hogy ugye mi hátul vagyunk, alapjából véve egy lényegesen alázatosabb ö, ö, személyiséget kíván. Meg ez a pozíció, és ez kompatibilis innentől fogva mindenhol. Tehát a dobos emberek egyszerűen nagyon-nagyon jó emberek, azt kell mondjam. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy véleményed szerint ez személyiségfüggő is, hogy valakiből dobos válik. Nyilván, persze, 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 persze. Uh -huh. Értem, is, amit mondasz. Én nekem az a meglátásom ezzel, hogy inkább úgy mondom jó értelemben, hogy a laikusok gerjednek jobban a gitárosokra, tehát hogy a koncertlátogatók, de szerintem aki egy kicsit foglalkozik zenével, az nem is az, hogy elismer egy jó dobost, hanem nagyon hallja, hogy milyen, jó, milyen jól dobol valaki. Például láttam most egy új tévészolgáltatónál vagyok, és akkor most bejött ez, a, ez az i nevű adó, most anélkül, hogy reklámoznám, és azon vannak ilyen jazz de akár még így az 50-es évekből is, és ott Ugye Gergőnek neked nem kell mondanom, hogy tudod, ez a seprűvel, ez a nagyon halk, nagyon feelinges dobolás, ez ugyanaz megy gyakorlatilag végig, de mégis annyira uh -huh. jó hallgatni, hogy kihallom azért, hogy mit dobol, uh -huh. És ő nagyon -nagyon, ezek nagyon-nagyon háttérbe voltak ezek a dobosok, de mégis azért mi halljuk, hogy azért ott nagyon nagy dolgokat csinálnak. Ez a háttér, ez igen, hogy szerintem a laikusoknak háttér, de aki egy picit foglalkozik zenével, az, az hallja, hogy azért ott nagyon nagy dolgok történnek egy jó dobossal. Hát persze, persze, tehát hogy hogy mondjam, a, a hogyha mondjuk nézzük a, 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 a pop előadókat, mondjuk a nagyobb generációs pop előadókat, mint például Phil Collins, vagy Eric Clapton, vagy Sting, stb. 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 Tehát ők mindig a világ legjobb dobosaival ö, ö, játszottak együtt. És például a Claptonnál, ugye Steve Gadd van már 20 plusz éve, aki egy ikon, és a Claptonnál nincs például dobszóló. Hogy mondjam, a Claptonnál viszonylag keveset kell játszani. Tehát, hogy hogy mondjam, egy, egy, de. Ő mindig is egy ilyen lassabb zenét játszott, de ettől még a Steve Gadd, aki fantasztikus technikai készségekkel rendelkezik dobolnál, mert egy borzasztó jó zenészre volt szüksége az Eric Claptonnak, és a Steve Gadd pedig az. És hogy mondjam, az a, az a fajta tempó, az a fajta sound, amivel a Steve Gadd rendelkezik, ugye ezt fel lehet ismerni egy hangról, az Eric Claptonnak erre volt szüksége. Úgyhogy ez teljesen jól van így. Tehát hogy mondjam, a, én, én, én imádok popzenét játszani. Tehát én 15 évig játszottam a Charlie-val, játszok legalább 400, 400 magyar lemezen, a, abból, mit tudom én, 300 az pop lemez, és én ezt mindig is imádtam csinálni. Tehát a presszerrel mindig is nagyon keveset, 17 éves korom óta dolgozom a presszerrel, és állam mindig is nagyon keveset kellett dobolni de én iszonyatosan élveztem mindig is, mert minden, minden, hangnak jelentősége volt mindig is, és ez egy nagyon-nagyon élvezetes dolog, és innentől beszélgetünk arról, hogy, hogy ez zene, tehát hogy itt nem arról van szó, hogy gyorsan kell, tehát hogy az legyen a cél, hogy gyorsan doboljon az ember, hanem hogy egyszerűen jó zenész legyen, ugyanúgy, mint mindenki más. Uh -huh. em, említetted, hogy a karmesterhez hasonlít, tehát hasonlítható a, a dobosoknak a szerepe. Te egyébként átlátod komplexen a zenét, mondjuk ugye zeneszerző is vagy, de tudsz-e más hangszereken is játszani, legalább egy olyan komoly szinten, hogy legyen rálátásod, hogy milyen milyen munkát végeznek ők? Uh, igen. Tehát én, én zongorázom, billentyűs hangszereken játszom, és basszusgitározom. Van rengeteg basszusgitárom, és nagyon eléggé, eléggé értek a, a sand uh, design dizájningoláshoz, ezt most nem tudom szemben megfogalmazni. Tehát én csinálok másoknak hangszenek, hangszíneket, szintetizátorokon, hangszerelek másoknak, producerelek, produ másoknak. Tehát, hogy persze, én ezt ugyanannyira szeretem, mint a dobolást. Tehát én nagyon, ugye hogy szerző is vagyok, de én nagyon, szeretek nagyon szeretek másoknak hangszerelni, tehát mások zenétnek a kvázi karakterét kitalálni. Ez egy nagyon-nagyon élvezetes dolog. Meg hát nagyon sokat dolgoztam, főleg amióta megismerkedtem Adányi Andrával a feleségemmel, ugye így bekerültem nagyon-nagyon intenzíven. Előtte is voltam már egy pár szóra Presser Gábornak köszönhetően, de így az Andrával rengeteg sok színdarabot csináltunk együtt, ami, ami szintén nagyon élvezetes dolog volt. Ugye, sok esetben meg kellett írni a zenét, de volt pár eset, ahol csak hangszerelni kellett egy már meglévő darabot. És imádtam betanítani a színésze, színészeket, azért kitalálni azt, hogy melyik színész milyen vokál szekcióba tud lenni, stb. 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 Tehát igen, azt gondolom, hogy van rálátásom arra, hogy hogyan kell egybehallgatni és kezelni egy zenét. Veled már nem fordul elő az, hogy amatőrökkel kell játszanod, viszont azt szeretném kérdezni, hogy volt-e a pályád során olyan, olyan zenész kollégád, aki, vagy, vagy egy olyan zenész, akivel csak úgy egyszer is játszottál, akivel nagyon-nagyon nehezen találtad meg szó szerint a közös hangot? Öh, nem nagyon. Tehát, hogy mondjam, ugye elég korán, 12 éves korom óta játszom profi zenészekkel, tehát akkor kezdtem a játszani a magyar elittel, és ugye mivel profi emberekről beszélgettünk, nem nagyon volt ilyen szituáció. Tehát, hogyha, hogy mondjam, életem során zenéltem olyan emberekkel, akikkel nem feltétlenül voltam jóban, de ezt nem jelentette azt, hogy ne tudtunk volna jól együtt játszani, mivel hogy profik voltunk. Tehát, hogy a profizmusnak ugye ez a velejárója, hogy bármilyen körülmények között is találd meg a hangot a másikkal a hangszeredem. Ez érdekes, mert volt olyan beszélgető partnerünk, aki meg kifejezetten azt mondta, hogy olyanokkal szeret, például zenekarban zenélni, akikkel egyébként emberileg is nagyon jó kapcsolata. De akkor ez egy kicsit így megcáfolodik, az, hogy azért nem fontos, hogy mindenben basszoljatok, Csak... De fontos, de, fontos de. de hogy mondjam, vannak olyan esetek, amikor ez nem történik Aha. meg, de viszont ez nem lehet kizárók. Aha. Tehát ebből például a közönség semmi eleve, 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 eleve a session late, tehát az az alkalmazott zenész, ez egy elég rossz fordítása ennek. Üh, ugye ott eleve rengeteg he, olyan élethelyzet van, ahol vadidegenekkel kell játszani, mert aznap találkoztok, és este már koncert van. Tehát eleve nincs is idő megismerni egymást, úgyhogy erre mondom azt, hogy, hogy a profi világban ez nem egy meghatározó szempont, hogy jóba kell lenni a másikkal. Jól kell együtt dolgozni. Az eddig adásainkban arról beszélgettünk, vagy azt próbáltuk megfejteni, hogy, hogy mi az, ami megkülönbözteti a profi zenészt az amatőr zenészektől. És a legtöbb esetben, sőt, szinte mindegyik esetben azt lehet mondani, hogy nem azt hozták föl, hogy ki mennyire jól gitározik, jól dobol, teljesen mindegy, hogy melyik hangszerről beszélünk, hanem inkább az emberi tényezőket hozták föl. Tehát akkor te is meg tudod ezt erősíteni, nem? Figyelj, az emberi tényezők nagyon fontosak akkor, amikor az ember csinál egy zenekart. A többi helyzetben, ahogy említettem, nem elsődleges szempont, hogy jó fejkedjünk egymással, de ehhez hozzá kell tennem azt, és megint most magamat ismétlem ezzel a profi világszóval, amit egy hülye érzés egy kimondani, hogy ott nem nagyon tud lenni rossz fejember, mert akkor ki kell a, a bizniszből. Uh -huh. hát, én akiket megismertem itt az évtizedek alatt, főleg még amikor kiköltöztünk Los Angelesbe, tehát hogy, 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 hogy ott nincs, nincs rossz arc, mert aki rossz arc, az gyakorlatilag azonnal kikerül a buliból. Egyszer mondhatod, hogy a, ahhoz, hogy valaki sikeres legyen, az kell, hogy a 30% tehetség, te így nevezted meg, és 60% kell ahhoz, hogy hogy valaki mennyire tudja eladni magát. Ugye ez már egy kicsit más téma, de... Engem érdekelt volna, hogy hol van az a 10 százalék. Tehát ezt a szerencsére gondoltál itt, vagy, 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 mire? Hát figyelj, igen. Tehát, hogy hol mondjam, a, a 30 ugye a tehetség, ami adott, azzal szület az, születik az ember. Vagy van neki, vagy nincs, de mondjuk beszélgessünk egy tehetséges emberről. Ugye ezt a tehetséget kezelni kell. Tehát a 60 százalék alatt azt értem, hogy, hogy, hogyan képezi magát az ember, ö, ö, hogyan használja a tehetségét, hogyan, mennyi idő alatt tudja ezt ö, a saját maga számára a legfelsőbb szintre hozni. És a 10 százalék, illetve, bocsánat, meg a 60 százalék, ugye benne van az összes ilyesfajta üzleti érzék, ö, ö, a, az ilyen irányú képzéseknek a, a használata, a, Vármilyen fajta ed edukációs rész, ami, ami ami hozzásegít ahhoz, hogy mondjuk a mai világban valaki el tudja adni magát. És a 10% pedig ugye az, a, az a fajta szerencse, ami, amivel nem kalkulál az ember, de bárhol ott lapulhat. Hiszel abban egyébként, hogy, hogy a szerencsének tényleg csak egy nagyon minimális szerepe van? Tehát, hogyha valaki úgy, mint te, felépíti, felépíti, szisztematikusan a saját életét, a saját karrierjét, akkor gyakorlatilag a siker az, az majdhogy nem százszázalékosan garantált. Akár, hogyha mondjuk az üzleti világot nézzük, vagy a sikeres embereket, teljesen mindegy, hogy melyik, melyik stílusokról beszélünk, hogy melyik műfajról, mindenki rengeteget dolgozott azért, hogy elére, és nem volt béter, vagy valami, nem azt mondta, hogy már pedig én sikeres leszek ebben, és híres színész leszek, és a többi, és a többi, és aki ténylegesen eleget rak bele, a sikeres emberek szerint annak muszáj, hogy sikeres legyen. Tehát, hogy muszáj, hogy eléri azt a szintet, amit ő, amit ő kinézett. Tehát nagyon-nagyon nagy dolognak kell az történni, hogy ez ne jöjjön össze, hogyha te naponta tíz órát legyakorolsz, vagy belerakod az egész életedet. egyetértesz te ezzel? Én egyetértek ezzel, tehát, hogy számos eklatáns példa van erre. Ott van például Cristiano Ronaldo, a, a, aki ugye iszonyatosan szeret az egész világ, egy borzasztóan tehetséges focista, nincs meg az a fajta zsenialitás, mint a Lionel Messi-nek, ugye erről húsz éve beszél a világ. Viszont iszonyatosan sokat dolgozott, és lett a világ egyik első számú focistája. Ott van, egyszer olvastam hogy David Beckham interjút még a 2000-es évek elején, és így valaki kérdezte tőle, hogy hogy miért van az, hogy, hogy, hogy te ennyire foglalkoztatott a focista vagy, és hogy ennyire, ennyire téged hív mindenhova, és hogy ennyire, ennyire, ennyire a világ legjobb, akkor éppen a világ legjobb focistának tartanak. És azt mondta, hogy lehet, hogy azért, mert mindenkinél többet edzek, és mindenkinél többet fog, foglalkozom ezzel. Tehát, hogy ezek a fajta, tehát a Cristiano Ronaldo, vagy a David Beckham féle alkotó emberek azok, akik mindenkinél előbb mennek edzeni, és ők, ők, kapcsolják le a villanyt a végén, tehát ők mennek haza utoljára. Tehát, hogy igen, hiszek ebben. Egyébként visszautalva egy kicsit az előbbi szerencse, meg tehetség, meg egyebekre, itt a 60%-ról szeretném most egy kicsit beszélni, ez a népszerűsítése a saját magad produkciójának. És volt egy olyan, hogy mondjam neked, volt egy olyan kielentése is, hogy, hogy a fiataloktól rengeteget lehet tanulni, és én ezzel teljesen egyetértek, ugyanis ők a közösségi platformot már nagyon jól tudják használni, sokkal jobbak ebben, mint, mint bármelyikünk ugye a mi és a kérdésem az az lenne, hogy a szemléletmódukból is tudunk tanulni? Szerinted? Tehát, hogy ahogy a világot látják. Persze, persze. Kérdés az, hogy az nekünk tetszik-e vagy sem, vagy hogy jó irányba vagy tart-e vagy sem. Tehát a mai fiatalságnak fogalma sincs arról, hogy ez, vagy illetve hogy nem is gondolkoznak arról, hogy hogy, hogy ez rossz irányba tart vagy jó irányba, hiszen ők most fiatalok, és élik az életüket, és éppen ők hozzák létre a, a jövő világát. Szerintem nagyon sokat lehet tőlük tanulni erről, és nagyon, engem nagyon-nagyon izgat a a fiataloknak a szemlélete, még akkor is, hogyha nem tudom például megvalósítani azt, amit, amit ők csinálnak, vagy például nem feltétlenül tartom jónak. De mindenképpen nagyon-nagyon izgalmat, és ö, sokkal inkább lehet szerintem tőlük nyerni egy aktuális világképet, mint mondjuk a mi generációnktól, akik, akik, ö, akik már abba a korba léptünk, akik a, a, akik úgy beszélnek, hogy régen minden jobb volt. Ez az aktualitás, ami ma zajlik, ez a, a mai fiatal generáció számára pontosan olyan élvezetes, mint amikor mi voltunk fiatalok, és ami éppen akkor történt a világon. És ez így normális, de, de, de visszatérve a kérdésedre, igen, tehát, hogy szerintem lehet tőlük szemléletet tanulni, és szerintem érdemes is, tehát, hogy nagyon-nagyon jó dolog frissen tartani az agynak ezt a részét, meg nagyon-nagyon jó frissen látni azt, hogy hogyan zajlik a világ. És erre a social media egyébként elképesztő jó. Az a fajta gördülékenység, ahogy ők ezt az egészet kommunikálják, kezelik, ezt csinálják, az, az, az lélegzetelállító alkalmas. És hogy milyen hatást tudnak vele létrehozni. És hogy hogy generálják azt, hogy populárisabb legyen egy adott személy, mint, mint valaha. Értem, ezzel, ezzel én egyébként teljesen egyetértek, és ezzel kapcsolatban azt is akartam megjegyezni, hogy számos kutatás és számos beszélgetés volt ilyen fiatal generációkkal, akit ugye a legtöbben leírnak, hát főleg ugye a 40 pluszos korosztály. Az kiderült, hogy hogy sokkal életképesebbek ezek a fiatalok, mint mint ahogy azt, azt sokan elképzelik, hiszen hiszen ők már nem fognak bejárni, gályázni, mit tudom én, minimálbérrel, teljesen máshogy látják a világot világot, előttük a, 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 az egész, az internet segítségével, hogy az egész világ, és sokkal többet látnak, sokkal gyorsabban fogyasztják az információkat, és én azt gondolom, hogy mivel ugye ők fogják az egész jövőt felépíteni, én, az, én azt gondolom, hogy érdemes rájuk odafigyelni. És azt szeretném kérdezni, hogy, de főleg Pisti, tőled ismernek, neked is van egy lányod, hogy, hogy ti is úgy gondoljátok, hogy, hogy ténylegesen ők valójában jól látják a világot, csak úgy valahogy mellettünk ment el, vagy az idősebbek mellett. Egy olyan irányba, amit már nem mindenki tud követni. Az életképességet relatívnak gondolom. Tehát a, illetve országa, meg egy társadalma válogatja. Tehát erről itt Barcelonában, hogy egy gyakorlatilag a 12 hónapról 10 hónapig nyár van, és a maradék két hónappal meg kora ősz. És Ugye egy tengerparti városról beszélgettünk, és renget, mi rengeteget járkálunk a városban, illetve a városba, mert csoda szép, a világ legélhető városa, meg egyszerűen gyönyörű. És baromi sokat megyünk a tengerpartra, meg ugye látjuk azt, hogy mindenhol terasz helységek vannak, és mindegyik mindig tele van. A tengerpart mindig tele van, tele van fiatalokkal, és sportolnak, együtt vannak, és nem. Itt, tehát itt például nem nagyon lógnak a telefonon a fiatalok. Tehát itt nem látni például ezt. Aminek valószínűleg az az oka, hogy, hogy, hogy földrajzilag és a természet szempontjából iszonyatosan a jó helyen van ez a város, és nem egész nap a telefon búják, hanem együtt vannak, beszélgetnek, élvezik a napot, sportolnak, és sétálnak, és szórakoznak, meg együtt vannak. Tehát én nagyon-nagyon nagyon-nagyon-nagyon. Ember szerető ember, emberek azok, akik itt vannak. És itt például nem igazán populáris a, a, a szociális platform ö, rengeteg, ami, ami elérhető. Az Egyesült Államokban már teljesen más a helyzet, mert ugye Los Angelesben, ugye Hollywood miatt is, meg egyáltalán is, az elmúlt 80 év miatt, ami ott zajlott, ugye a filmgyártás miatt, is aztán ugye a zeneipar különböző sokadik forradalma véget, egyszerűen üzlet üzletközpontú minden. Tehát minden a bizniszről szól. Ezáltal a szociális média is. Tehát mindenki, mindenki tehát mondok egy eklatáns példát. Egyszer elmentünk, Scott Kinsey barátommal, a világ egyik legjobb billentyűs hangszerese, elmentünk a Gyukaku nevű ö, koreai barbecue étteremben, ami ott egy hálózat Kaliforniában, mindig oda járunk enni délután kettőkor, hetente háromszor, és ott volt egy pincérlány, egy nagyon tetovált pincérlány, aki a bartender volt, ő árult az alkoholt, meg az, üdítőket ott a bárpultnál. És ott ugye mi állandóan beszélgetünk, és, mond, és mond, megmutatta ennek a lánynak az Instagram oldalát, ez mit tudom én, öt évvel ezelőtt volt. És 150 ezer követője volt. Beszélgettünk egy, mint a 23 éves lányról. Volt 150 ezer követője úgy, hogy a Scott Kinzinek, aki egy világhírű zenész, volt akkor 10 ezer követője, nekem meg, mit tudom én, 22 ezer. És én akkor már réges égen jártam a világot, tehát hogy mondjam, már saját nevemmel, a saját nevem alatt tartottam bemutatókat mindenhol a világon, és ennek a lánynak meg a sokszorosa volt a követői számát, illetőleg a hozzánk képest, pedig ő az életébe ki sem mozdult Los Angelesből, és csak egy bartender, bartender a Gyukaku nevű étteremben, Viszont beszéli ezt a azt, a, azt, a, fajta aktuális 21. századi social media nyelvet, amitől felhívta a, 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 követőknek a figyelmét, és egy irgalmatlan követői távolra tett szert, úgy, hogy csak szelfiket készítget, meg, meg mit tudom én, lemegy a a, a tengerpartra, még néha lefotozza magát majd az étteremben. Tehát, hogy ez már egy más nyelvezet. Tehát a, a, a mi időnkben ott még azért nagyon-nagyon sősan produktumot kellett létrehozni ahhoz, hogy te közönséget szerez magadnak. Ma ez már teljesen másról szól. Egyébként ezt te jónak tartod, vagy mit gondolsz erről az irányról személy szerint? Ö, én nem, ezen ez, 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 egy olyasfajta embernek, mint én nem nagyon mit szeretné. Tehát azzal nem tudok mit kezdeni, hogy valaki attól sztár, hogy ki van tetoválva és lefutozza magát különböző helyszíneken. Tehát ezért nem, erre nem tudok semmit mondani, se, semmit mondani, meg sem kezelni nem tudom, mert hogy mondjam, nem tudom, hogy mi a, tehát hol mérjem a tehetségfokot egy ilyen esetben, egy ilyesfajta social media idézőjelesen előadónál. Nagyon diplomatikusan fogalmaztam. Igen, nekem, nekem ez, 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 tehát ezt én is így gondolom valahol minden esetre, de az, az tudja, hogy az, az idő, tehát a mostani idő az őket igazolja, hiszen ahogy mondtad is, nem csak arról van szó, hogy most fotókat készít magáról, hát olyan videókat lehet látni, hát főleg a zenei, hogyha már ugye a zenei, zenéről is beszélgetünk, hogy dobosok, gitárosok, főleg fiatalok, de mindenféle korosztályból tesznek föl videókat, és látszik, hogy nem is ő játssza ezeket, és, és, és egyszerűen milliós nézettségűek. Így van, így van, így van. Itt már, itt már teljesen elment a realitás. Inkább én azt látom, hát és a, ugye, a... Ugye, ugye És itt van, és itt van a ugye ez a lánydobos generációs dolog, ami, ami az elmúlt években, hogy mondjam, tehát gyakorlatilag a, lányoké most a világ. Hogy mondjam, nem tudok mit kezdeni azzal, hogy valaki azért lesz híres, mert nagyok a mellei, és egy nagyon szexi ruhát felvesz, és eljátszik egy, mit tudom én, Blink 182 covert. Tehát ezzel nem tudok mit csinálni, úgy, és aztán megnézik két millió, majd elhívják dobfesztiválokra, és itt így állunk a dobos kollégákkal, hogy, hogy mit lehet ezzel kezdeni. Tehát azért kap lehetőséget egy dobfesztiválon, mert jól néz ki, tehát, erre már nem, nem, nagyon lehet mit mondani, sajnos. Csak annyit szeretik így visszautalni egy kérdéssel, hogy mondtuk, hogy ugye a mai fiatalok jobban kezelik ezt a social médiát. Nyilván, akik nagyon jól kezelik, az nem is a 20, hanem igazából már a 10 éves korosztály. Kérdés az, hogy mondjuk a Borlai Gergő zenekarainak Rajongó táborra lehet-e a tizenéves korosztály? Tehát, hogy kell a borlai gergőnek nagyon érteni a social médiához, mert aki neki már a rajongója, szerintem őket más felületen megtalálja. Amit, amit látok így ezzel kapcsolatban, tehát a mai, oké, okay, mondjuk beszéljünk a, a hangszeres előadókról és az, az irántuk való rajongásról. Amit látok, hogy a mai tizenévesek az olyan előadókért, olyan hangszeres előadókért rajonganak, ahol mindenképpen társul hozzá egy tulajdonképpen már-már pop zenei színvonalon megcsinált videóklippel és kinézettel. Tehát, hogy itt, itt, már gyakorlatilag ugyanakkor a hangsúly van helyezve egy hangszeres előadónál a megjelenésre, mint egy popstárnál. Tehát most mondanám azt, hogy mit tudom, hogy van a a Dobosoknál is van Justin Biebernek megfelelő előadó. Tehát, hogy akikért tényleg izé, fiatal lányok rajonganak, csak mondjuk a dobo -dob dobolást szeretik. Uh -huh. a, de alapjában véve, ugye annyira megváltozott a, a profi a hangszeres előadásnak is ma már, hogy hogy nem nagyon van olyan tizenéves generáció, aki igazából rajong a, a hangszeres előadókért, mert nagyon megváltozott a profilja ennek az egésznek. Sokat Eleve sokat sorba került maga a kultúra sajnos, és ugye ez a, ez a Covid-féle két év, nagyon-nagyon-nagyon sokat rontott, és azon belül is az instrumentális zene, illetve maga a, a hangszeres előadás az nagyon-nagyon az, az hátra került, és nagyon-nagyon nehéz föntartani jelenleg bármilyen, bármilyen fajta kultuszt ezzel kapcsolatban, hogy, 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 követő távol legyen az embernek. Nem azt mondom, hogy lehetetlen, csak lényegesen nehezebb, mint akár három évvel ezelőtt. Tehát, hogy ez azért régen is megvolt, mit tudom én, szerintem a 60-as, 70-es években, hogy azért kellett egy fazon, meg egy, meg, egy, meg egy, jó kinézet ahhoz, hogy valaki nagyon híres zenész legyen. Ugye, mit tudom én, hendrix így ránézett valaki, azt mondta, hogy na, az ír, az elé, ott van ez a gyerek. És ugye akkor még hírbe sem volt az a social média, meg, meg ez az egész, vagy például a kis zenekar, ugye ott alapvető volt, hogy, hogy a kinézet... Persze, szóval. persze, 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 csak hogy mondjam, aztán jött a 80-as évek, ahol, ami tulajdonképpen idézőesen, és most ugye a, nem is a sztár zenekarokról beszélek, hanem a hangszeres előadókról. És a 80-as évek volt tulajdonképpen az az utolsó évtized, ahol, ahol, ahol még idézőesen gigasztárok tudtak lenni ö, zenekarok instrumentális zenével. Ö, és ott, ott, már nem volt az a fajta jelmez központuság, most ezt az jó értelmében értem, mint mondjuk a Led idejében. Hm. Hanem ott arra ment egyszerűen a fókusz, hogy, hogy, hogy milyen minőségi ö, ö, zenélés történik a színpadon. Tehát már nem, nem öltöztek nem fültöztek fel annyira látványosan az emberek, mint mondjuk a 70-es évek végéig bezárólag. Most viszont megint, illetve most már megfordult ez, tehát hogy mondjam, tehát anno, amikor a Jimi hendrix meg a Led Zeppelinék úgy nézte ki ahhoz, azért tulajdonképpen az egy másod rendő dolog volt ahhoz képest, amit előadtak. Tehát ott azon volt a fókusz. Ma én előbb kell furcsán kinézni, mint, ez igaz. mint az, hogy hogy játszol. Igen. Azt akartam mondani, hogy, hogy ugye ahogy beszélgettünk ezekről a női előadókról, pont meg is akartam kérdezni, Azért vannak köztük jók is, meg hát a gitárosoknál is, meg főleg, főleg rengeteg van olyan, aki. Hát nem azt hát mondom, az hogy rengeteg, lennék, mert... vannak, vannak jó gitárosok is, de de tényleg, hogy, hogy most eltekintve a női előadóktól, hogy általánosságban a mostani fiatal generációkban van az a potenciál, vagy vannak olyan dolgok, amikben újat tudnának esetleg neked mutatni, már úgy értem, hogy technikailag vagy vagy, vagy egyéb szempontból, vagy, vagy ezek már mint csak ismétlések. Egy más formában? Hát figyelj, nagyon-nagyon-nagyon, úgy egyáltalán nagyon-nagyon-nagyon kevés olyan, ö, most akkor szűkítsük le dobosokra a dolgot, ö, dobos jött ki az elmúlt mondjuk 20 évben, aki úgy igazából egy nagyot lépett előre. Jött ki egy pár, de nagyon kevés, mert ugye egyre nehezebb, mert ugye nagyon-nagyon kiletaknáza igazából minden a világon. A zenére, ez a zenére is érvényes, ahogy a ritmusra is. Tehát, hogy itt, itt tulajdonképpen itt már arról van szó, hogy mi, mi, milyen, milyen fajta új metodikával tudnak kijönni emberek, amik, amikkel más eddig nem. Ö, és itt is arról beszélgetünk, hogy és látod, hogy ez tulajdonképpen matematika. Ami nem egy jó ö, jel. A zene szempontjából, mert olyan koncepciókról beszélgetünk, ami, ami inkább matematikai és nehézségi fokkal bír, semmint mondjuk egy zeneiséggel. És inkább erre felé haladta a, a világ az elmúlt években. A lányokat illetőleg, hát ők, hogy mondjam, van egy-két van egy, van egy lány, aki aki már meglévő ötletet felhasználva, de tudott hozzáadni így a, így a dolgok, dolgokhoz egy kicsit. De, hogy mondjam, nagyon nehéz. Tehát, hogy mondjam, még férfiak se feltétlenül tudnak kijönni új metodikával, viszont egy csomó esetben fizikai bravúrral élnek, ami egyszerűen a női test nem rendelkezik ezzel. Most ez ar 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 arra válaszolva, hogy mondjuk milyen olyan dologgal tudnak kijönni a női dobosok, ami, amik, amik, mondjuk hatással vannak a férfi társadalom dobosokra, és mondjuk követik ezt. De mondom, vannak olyan, vannak olyan akik, akik, akik abszolút eredetiek, és igen nagy rajongó távolról bírnak emiatt. És a, a, hangszernek egyébként van ez a fajta evolúciója, mondjuk mint, vegyük a gitárt, azt ugye ezért fejlesztik, tehát 7 húros, 8 húros, ilyen anyag, olyan anyag, te látod azt, hogy például a dobnál is megvan ez mondjuk a 70-es évekhez képest? Hát figyelj, most ott tart ez a dolog, hogy visszakanyarodtunk a, a tradicionális méretekhez és megoldásokhoz, amik tulajdonképpen a 40-es évektől tartottak mondjuk a 70-es évek közepéig. Ugyanis az történt, hogy a 70-es évek közepétől elindult az, hogy alsóbőr nélküli dobokat kezdtek egy gyártani, hosszított tamokat kezdtek el használni, aztán 80-as években maradt a hosszított Ez, mi, ez aztán miért jó? Csak hogy aki nem ért hozzá. Baromi jól nézett ki. Ja. Nagyon-nagyon <laughs> jól nézett ki. Aztán a 2000-es évek vége felé elindult az, hogy minden nagyon rövid lett. Tehát nagyon hosszú lábdob és nagyon-nagyon rövid tamok. Ö, aztán ez is véget ért, és most minden gyártó visszakanyarodott a tradicionális méretekhez, aminek egyszerűen az az oka, hogy elég korán kitalálták azt, hogy mi es, mely, mely, melyek azok a méretek, amik a legjobban állnak egy dobfelszereléshez akusztikailag. Ami a legelőnyösebb ö, egy dobfelszerelésnek. Ez akár stílustól függetlenül is? Ezt is stílustól függetlenül. Itt akuszt, akusztikai tulajdonságokról beszélgetünk. Aha. És mi a helyzet az elektromos dobokkal? Soha nem fogja átvenni a, 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 a stafétabotot, tehát tulajdonképpen ma a, ugye nagyon-nagyon-nagyon e, e, felfejlődött már ez is, de pontosan ugyanaz a különbség, mint egy elektromos zongora, meg egy akusztikus zongora között. Bármennyire is nagy a kapacitása a, a szoftver részének az elektromos doboknál, egyszerűen mivel mivel virtuális, nem fog tudni annyi lehetőséggel rendelkezni, mint egy akusztikus hangszer, ahol mindig minden más, hogy történik. De az kétségtelen, hogy rengeteg olyan popzenei, még meg nem popzenei ágazat van, ahol egyszerűen szükségesek ezek az elektromos szandok, és egy csomóan használnak pár darab elektromos dobot az akusztikus dob mellé, kvázi kiegészítőként hogy mondjuk egy lemezen megszokott hang, az a koncerten is előadható legyen. Igen, és szerintem ez jó dolog. Ha voltam sok olyan koncerten, igen, ha volt egy ilyen kis pad, azon mit tudom, ütőfelületek, és nekem kifejezetten tetszett, mikor azon dobolt a dobost. tényleg azt, azt akusztikus hangszerekben nem lehetett volna előhozni. Nem, hát persze, hát pont erre van. Tehát mit tudom én, a mai A pluszos aktuális popstárok dobosainál mindig van ilyen, hiszen a lemezen ugye csak gép van, és azokat a jellegzetes szandokat a koncerten is reprodukálni kell. Nincs ezzel baj. Ilyen módon, ez, ilyen módon ez, teljesen jó dolog. Egyébként azt akartam kérdezni ezzel kapcsolatban, hogy, hogy jó, persze a digitális technikát már mi metáltenészek sem nélkülözhetjük, és használjuk is, viszont nagyon sok zenekaron észrevettem, meg, meg hallom is én így zenészként, hogy, hogy a, a stúdió felvételek azok nincsenek köszönő viszonyban sem a realitással. Te, mint ja. dobost, ezt, ezt, mennyire szoktad észrevenni? Tehát amikor hallasz egy zenét, akkor úgy hallod, hogy ez a ez oda van húzó, meg van triggerelve, vagy hogy, vagy hogy ez... Tehát pont a Pistivel beszélgettünk erről, meg hát jó néhány emberről is, nem akarok zenekar nevet mondani, pár mondta nekem, hogy hú, itt van ez az új, mit tudom én, fiatal, mit tudom, vagy rockzenekar, és hogy hallgassa meg, milyen jól szólnak meg, stb. És akkor így meghallgattam, mondom, jó, ez, ez nagyon szép, csak ebben nincs egyetlen igaz hang sem. Tehát, hogy hallod, és minden editálva van benne, és meghallgatod a koncerten, is akkor nem ugyanaz. Mi neked a véleményed erről? Elmondok két történetet ezzel kapcsolatban. A, a, ugye én, amikor elkezdtem stúdiózni, elég fiatal voltam, és amikor ezt magas szinten kezdtem elűzni, tehát az, hogy elkezdtek így nagyon-nagyon sokat hívni különböző stúdióba, akkor még tulajdonképpen a, a magyar stúdióknak a jelentős részében még analóg technika volt. Ami azt jelentette, hogy bementél, és el kellett játszani a dalt. És akkor még voltak ilyen esetek, hogy oda ment odament, odament az ember, és volt öt perce, hogy az öt perces dalt följátsza. Magyarán ez egy fajta ö, hozzáállást hozott létre bennem, hogy egyszerűen nem lehet máshogy ezt csinálni. Tehát, hogy ö, amennyire lehet, én mindent próbálok egybe és nem, nem, kötögetni, és nem editálgatni. Én magamat sose editálgatom, és nem, én nem szeretem, tehát abszolút meghallom a, az és főleg amikor látom koncerten azt, ahogy te is mondtad, hogy köszönő viszonyban sincs ez a lemezverzió, az engem nagyon-nagyon elkeserít. A másik példa, nem szeretnék ennek a nevet mondani, azt sem mondom meg, hogy milyen koncerten is, hogy hol, mert ahol ki lehet következni, hogy kiről van szó, szóval, de beszélgettem, én nagyon jó barátom egyébként, egy fantasztikus dobos, híres zenekarnak a dobosa, és így ott volt a zenekarával, és így beszél, beszélgettek, és én hallottam a beszélgetést, mert hogy, mert hogy, ott voltam, egyszerűen nem tudtam más csinálni, benne álltam a körben én is, és, és arról beszélgettek, hogy jó lenne, hogyha az új lemez már úgy csinálnánk meg, hogy nem editáljuk meg a dobot. És így, le, és így teljesen elfejérettem, hogy, 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 ez, hogy ez, ez természetes már, hogy mindent kihúznak és kikvantálnak nekem, hogy mondjam, tehát szerintem a metal zene csúcs, ami valaha történt, az a Panther a zenekar volt, és nagyon-nagyon súlyos Panther rajongó vagyok, és nagyon súlyos Vinnie Paul rajongó vagyok, és ott ugye ilyenről szó se volt még annó. Tehát egyszerűen jó kellett tudni játszani, azok a fiúk nem kötögettek, hanem eljátszották a dalokat. Ma, és ami, ami, amit ebből a szempontból problémának látok, hogy ez már természetes és megszokott. Tehát, hogy kvázi egy csomóan Ö, már nem is feltétlenül törekednek arra, hogy ezt a csorbát kiköszörüljék, ezt így mondják, azt hiszem? Igen. igen. Hogy ö, hogy ez oké, okay, hogy menjünk a stúdióba, és majd úgy is kieditálják. Tehát hogy én ezen nem, soha nem tudtam, és nem fogok tudni így gondolkozni, mert egyszerűen én azt gondolom, hogy jól kell játszani, és pontosan kell játszani. De persze vannak ellen példák is. Tehát hogy hogy mondjam, a, a rengeteg sok a a kollégám, főleg az Egyesült Államokba, és főleg a Gászper dobos volt, tehát a, 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 a fekete do, a fekete dobosok köréből, egyszerűen olyan pontosan játszanak emberek, hogy semmi szükség nincs arra, hogy editálgassák a dobolásukat. Válaszolva a kérdésedre, hogy mit gondolok erről, nem tartom jónak. Mert nem természetes, és elkényelmesedik az ember. Így van, hát a Pisti mondta nekem, egyébként ő is foglalkozik ilyen stúdiós dolgokkal. ugye egy ilyen nem olyan, hogy mondjam, nem olyan ismert szinten, de, de azért ő is vett már föl ezeket, ezt majd Pisti meg is erősíti. Most azt akartam mondani ezzel kapcsolatban, hogy mondta, hogy létezik olyan, hogy most már tényleg, odahúzza a gitárokat is, érted, ütemre még, hogyha pontatlanul van feljátszva. Nyilván ott rögtön ki lehet hallani, hogy valami gubanc van, és egyébként visszatér az előző és most ér össze az, amiről ugye elkezdtünk korábban is beszélgetni, hogy szerintem ez meg pontosan azért alakult így ki, mert a fiatalabbak is, ugye, hát ez ők is hozzájárultak, hogy egyszerűen a fogyasztók, fogyasztói, hogy mondja, minőséget generált ez, hogy, hogy mindennek tökéletesnek kell lennie. És nagyon érdekes dolog, amiről beszélgettünk most, és a Pisti ismeri is a munkásságomat. Én most elkezdtem egy ilyen akusztikus, gitározós videókat feltölteni, de nem editálok. Nem csinálok semmit vele, egy simán garázsbent programmal felveszem, mikrofonnal, meg egy szál gitárral, és úgy, ahogy van, ha nem, nem a legszebb dinamikával is, de úgy hagyom benne. Tehát így fogok játszani. Tehát ez pont egy ilyen törekvés, amit én is szeretnék tovább vinni. Tehát ezeket ezt... a Nem, érdekes, és köszönöm, hogy elmondtad meg, ezt tök jó, hogy így csinálod, és ezzel egyetértek. a, a... Nagyon furcsa ezt levendítve a világra. Tehát, hogy hogyan a. Ugye úgy mindenki, tehát a, a szoftverkészítők is, a, akár, akár a zene szerkesztő szoftverkészítők is úgy próbálnak mindent fejleszteni, hogy a legdilettánsabb ember is most már tudjon zenét csinálni. A, a popstárok, akik kijönnek popsztárok, és tulajdonképpen olyan énekesek, hogy minél inkább tudjon bele azonosulni a nagyon egyszerű ember, és elhiggye, hogy ezt ő is létre tudja hozni. Tehát az egész image így van kitalálva a mai popzene egy jelentős részénél. Ugyanakkor meg az a divat is elkezdett baromira népszerű lenni, hogy az emberek, például a nők meghagyják a hónajszőrüket. Tehát, hogy ez most például egy új divat, amit teljesen oké, okay. csak hogy mondjam, ez a része meg visszakanyarodik valahova, ami meg már nagyon régóta nem igazán népszerű. Ami azt jelenti, hogy szerintem benne van a pakli, van az, hogy előbb-utóbb vissza, visszakanyarodik ez is, vagy ugye túl, túl hevül ez a fajta rendkívül fogyasztói társadalmat kiszolgáló minden, beleértve a zenét is, illetve beleértve a zeneszerkesztő programokat, beleértve a zenekészítést, hogy, hogy előbb-utóbb lehet, hogy megint az lesz a trendi, hogy minden full analóg, és mindent egyszer lehet csak feljátszani, és hallani lehet minden egyes fajta hibát. Amennyi, ugye sok retrót éltünk már meg, mm -hmm. ugye a 80-es évek retrója megy nagyon, úgyhogy a francia ugye lehet, hogy benne van ez, hogy egyszer csak túl, túlcsordul ez az egész, és vissza, visszamegyünk az idézőjelesen az aranykorféle megoldásokba. Ezzel teljesen egyetértek, sőt, te a Steve White személyesen is ismered, és ő is, és a Joe Satrián is ő, régebben arról számolt, hogy azt mondta, hogy szerinte a zene egy ilyen periódikus, vagy ilyen körforgásszerű. Tehát, hogy mindig van, amikor ugye ez a technikás dolog van előtérben, mindig van, amikor egy kicsit ilyen egyszerűbb zenék mennek jobban, de aztán mindig visszafordul az egész is. És azt mondták, mind a ketten ezt nyilatkozták, hogy teljesen mindegy, hogy merre megy a zene, vagy hogy milyen világ jön most a elkövetkezendő pár évben, a gyakorlás, meg a zenei tudás az mindig kifizetődő lesz. Hát elvileg igen. Mondtad az előbb azt, Lajos, hogy, hogy majd, hogy, hogy hogy majd a tökéletességre törekednek a mai fiatalok, vagy a tökéleteset akarják mindig hallani. Ugye ez is relatív, mert Mondjuk nekünk, mit tudom én, annak idején, tizenévesen a Guns a is tökéletesen szólt. Szerintem ott még annyira nem editáltak. Vagy hogy még régebbre menjünk, mert mindig egy ilyen nagyon nagy kedvenc én történetem, hogy annak idején láttam egy olyan videót, ahol Michael Jackson dalt próbáltak így felturbózni ilyen, ilyen, ilyen szinti effektekkel. És akkor mondta a srác, hogy persze ehhez először a dobsávot kvantálni kell, mert az eredeti az pontatlan ahhoz képest, hogy az elektronikus zenében ugye gyakorlatilag ezred másodpercre pontos minden. És mutatta, hogy a takra hogy megy el a dob. És ott tűnt fel, hogy basszus, tényleg, ez, ez, nem mondom, hogy pontatlan, mert ez egy csúnya szó, de hogy nem volt ütemen a dob, de mégis egyébként nagyon jó húzása volt, és mondta, hogy ezt oda be kell kvantálni, és úgy lehet majd rátenni az elektronikus dob hangszíneket az akusztikus dobra. Tehát, hogy ez a tökéletes, ez olyan, hogy hát nekem az, azodal az tökéletesnek hangzott. Azt hiszem, a bititről beszélünk, tehát az, az volt a, egy nagyon jó, kettő, négy van az elején. Én, így. Akkor... Jeff, Pork, Jeff Porkáról dobott a, a mm -hmm. dalt. Hát igen, így van. Tehát, hogy mondjam, például régen nem volt tapjál. Tehát a Journey zenekart nyilván ismeritek. Mm -hmm. Ö, én, igen, igen, igen. A, a Steve Smith-szel chicago volt egy dobtábor, és négyen voltunk dobtanárok. De én, a Steve Smith-szel meg, meg én is. Állandóan bandáztunk minden este. És mondta, hogy az, össze, az, az, az összes journey sláger, amiket a mai napig játszanak a rádiók, azokat mind taktjel nélkül vették fel egyben. Tehát, hogy ö, ott az akkor még úgy zajlott, hogy bementek, persze a vokálokat külön fel, bementek és följátszották a dalt. És nem volt taktjel. És hogy mondjam, a, a, ha hallgatjuk, az teljesen pontos. Ha hozzáméred egy loophoz, ami benne van a, a számítógében és próbálod editálni, akkor hallod, hogy nem pontos, de hát humán emberről beszélgetünk. De mint zene, mint, mint hallgatandó zene, az pontos, mint ahogy, az, mint ahogy a beat it is az, meg a Billie Jean is az. Igen. Na, nagyon, jó, nagyon, jó, amit most felhoztál, mert pont legutóbb, amikor egy stúdió felvételen voltam, a Limor Szénekesnek a Romgavinak készül most egy ilyen, ilyen rock operája, de? és ott is volt az, hogy többféle sávon, már meg volt a dob, fel volt játszva, egy nagyon ügyes fiú játszottam, majd utána nézek ki, mert most elfelejtettem, de nem is az a lényeg, hanem hogy már fel volt játszva a dob, és én takjára játszottam fel a gitárészeket, részeket, akusztikus gitárt, meg, meg, elektromos gitárokat is, és amikor összeraktuk a dobbal, nem volt pontos, pedig én takjára játszottam. Én egyébként, Aha. én, nekem jó barátom a, a metronom, szóval nem is volt semmi gond, és a dob, dobnak volt egy olyan húzása, ami miatt néha picit eltért a takjától, és hogyha nem a, takjár, hogyha nem a dobra játszottam, hanem a takér, akkor nem jött össze a kettő. És ezt már többször is tapasztaltam, tehát a zenének kell, hogy legyen valami olyasmi lüktetés, ami, ami egyszerűen nem mérhető meg, jó nyilván a pantera az más meg a Jeff Waters az Anihilátorból. Ők ketten olyan pontosan játszanak, hogy száz darab gitárt felvesznek úgy egymás mellé, vagy a Winnie Paul például, hogy, hogy, ugyanúgy fog szólni. De ezre, erre nagyon-nagyon kevés ember képes. Így van, ugyanakkor vannak olyan emberek, akik például nem képesek taktjára játszani. Mert hát a például... legtöbb nem képes, szerintem. <laughs> Igen, csak hogy mondjam, mit tudom, én soha nem gondoltam volna ez például a Billy Kavemről, aki nekem tulajdonképpen az első számú kedvenc dobosom, akit ugye ma már említettem. Ő például azért nem tudott metronomra játszani sose, mert ő volt maga a metronom minden egyes zenekarban. Tehát, hogy ő soha nem kalkulált, tehát, hogy ő, ő diktálta, tehát, hogy ő miatta ment előre ezzel a zenekar. Stuart Copeland, polis együttes dobosa, nem tudtak gyere játszani. Tehát a, a, az utolsó hivatalos polis lemezük, a Synchrony City, ott van a Synchrony City 2 című dal, ami nem is a Synchron City 2, bocsánat, hanem a nyitódal, az első dal az albumról, ami tele van ilyen, ilyen arpeggio szintetizátorokkal, arra dobolt. Nem taktyere, mert azt tudta zenei frázisként kezelni, és arra tudott dobolni. Taktyere nem tud. Van Nyilván ilyen. Az, igen, ez olyan dobos kell, aki azért ütemet tud tartani. Még hogyha néha mellé, mellé is üt, akár szándékosan is. De ugye az, a, az volt a gondunk, ugye nekünk Lajosra meg volt ez a ez a tínédzserkori kínszenvedés, amiből szerintem te kimaradtál, hogy egy nagyon béna Uh, hát kezdő, nem kezdő idézőjelben rockztárokkal játszottunk, és akkor ott volt, hogy gyorsult, lassult, és akkor tudod, hát mondom, hogy de hát gyorsulsz. Hát szerintem nem. És akkor tudod, hát így baj, hogy nem tud az ember metrónuma játszani, de akiket te említettél, nyilván ott jó, hogy nem metrónuma játszik, mert meg lesz egy grúvi, egy húzása az egész dalnak. Vagy akár persze. a dal hangulata változtatja mondjuk a tempót. Fel. Persze, persze. Hát van az a jó én, és meg van a rossz. Igen, igen, meg én mindig azt szoktam mondani, hogy gyorsulni mindig jobb, mint lassulni. Tehát a, lassul, a lassulás talán mert a zenei szituáció kell. És... <híl> Ahogy az elején beszéltük a fizikai erőnlétet, játszott ugye a dobossal egy barcikai srác, nagyon jól dobolt egyébként, és volt egy ilyen, hát nem tudom, milyen stílusnak mondjam, ez a DOOM-zene, tudod, ez a nagyon lassú, kicsit olyan igen, öö, igen, igen, igen. legszabatos beütése volt, és azért ott kellett verni a dobot, még ha nem is nagyon gyorsan, de azért ott, ott volt. És akkor a dal végére teljesen kész volt a gyerek, és mondta, hogy el kell járni a gyúrni, mert ezt nem fogja bírni fizikailag, hogy négy <laughs> számot egy huzamban Eljárt, és egyébként sokkal jobb volt, tehát, hogy tényleg erősödött. Aha. Aha. Úgyhogy úgy voltak ilyenek, ja érdemes fizikailag azért jó kondiban lenni. Az, az, az mindegy, hogy sovány vagy kövér az ember, csak legyen fizikailag jó kondiban. Bár ha megfigyelem, akiket mondtál, tehát a, önjük nem Buddy Rich, mert ő, tényleg ő, 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 szétütött minden, de látok olyan jazzdobosokat, hogy, úgy más nem is mozog, csak úgy a csuklói minden mellett olyanokat üt, hogy elájulunk tőle, meg vannak ugye ezek a nagyon, és itt megint egy kicsit visszautalok arra, amit beszéltünk, hogy háttérbe van -e a dobos vagy nem, azért vannak olyan zenekarok, ahol nagyon elől van. Tehát például a Matlick ró, amit Lajos mondott, azért ott a dobos egy meghatározó ember, vagy a nagy kedvencem Dream Theater, ott, ott meghatározó volt. Tehát ott nem mondanám, hogy azért ők annyira háttérbe vannak téve. Azoknál. Hát persze, de mondom, hogy a az rockzenekar azért az más, mint egy, mint egy pop előadó, aki mögött vannak. van. Tehát a rockzenekarban ugye mindenki egyenragú, nagyjából egyforma gázsit osztanak, nagyjából mindenki meghatározó arca a zenekarnak. Hát a Mötley talán a Tommy a leghíresebb arc. A, 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 a Dream a Portnoy volt az arc. Persze, oké, okay, a szövegek, valami jó szövegeket írt, mondjuk nem, nem vagyok egy Dream Theater rajongó, de valóban nagyon jó szövegeket írt. Ott ő volt a központi figura. Ahogy a, ahogy a, ahogy a Van Halen zenekarban is Eddi mellett ott volt Alex, akár, úgy nézzük, és nagyon iszonyatosan meghatározta a zenekart mind a hangzásban, meg az az elképesztő dobolással, és akkor ne is beszéljünk John Bonhamről, ugye Led Zeppelin. Igen, egyébként a Dream Theater jutott eszembe, hogy, hogy... Akkor, akkor, azért nem pályáztál a Dream Theater dobos állásra, mert nem szereted, mert nekem volt egy ilyen gondolatom, hogy azért az egy nem rossz állás lenne, nem? Én, nem, én, én, sose, én sose szerettem a Dream theater igazából. Nem, de miért? De... Hát a dobos szempontból az egész jó megoldások van. Én amikor. nem szerettem, sose, nem, egyszer nem, a, nem az én világom az egész. Meg, a, én? meg a, én, amúgy is nem, én, ellene vagyok, ha nagyon meghangszerelt zenének, ahol mindenki van találva. Jazzből jöttem, ez valószínűleg azért van. Aha. Ja, igen, igen. igen ott, ott, ott egyébként lehet. annyira drukkoltam, hogy a Márkó Mineman nyerje, de nem ő nyerte, szerintem a fazon miatt. Én nagyon. Miki, nagyon... Miki Egeres pólós figura nem lehet a Dream Igen, Téter igen. Ezt szerintem ez volt a baj. Mert egyébként te, hát ez le, volt, ő, a mangini meg az Persze, persze, persze. Ön persze, Ugye van az az Arisztokrác nevű, Arisztokrác, bocsánat, zenekar, Gatry Gavennel, hú, hát ott is. <laughs> persze, Márko jó arc. Ismered őt személyesen egyébként? Persze, persze, egy csomó szó helyettesítettük egymást. Aha. Na. Aki hallgatja az adásainkat, az tudja, hogy vannak visszatérő kérdéseink, amit most neked is felteszek. Az egyik kérdésem az így szól, ha lehetőséget kapnál arra, hogy korszaktól, nemtől, mindentől függetlenül leülhess bárkivel egy órát beszélgetni, akkor ki lenne az? Vagy kik lennének azok? Frank Zappával beszélgetnék. Mit kérdezné meg? hogy miről beszélgetnétek? Tulajdonképpen megkérdezném tőle, hogy mi volt az ő felhajtó ereje, hogy ilyen szinten független művész tudjon lenni az egész világon, és hogy ebben az egyébként rendkívül Szigorú és kizárólag üzleti szempontokat szem előtt tartott ö, ö, zenei világban, hogy tudott ekkora individualista művész lenni, aki azt csinál, amit akar? Hogy ez, ez, ezt a fajta bátorságot hogyan lehetne létrehozni? <gül> <gül> ma is, is megállna így a helyét, szerinted? Vagy ma már annyira, annyira mindent a pénz irányít, hogy már most nem? Hát figyelj, ő, szerintem, szerintem ő, ő abba hagyta, ha még élne akkor szerintem ő abba hagyta volna pont ezen okok miatt. De mondjuk igazából ennél meg sokkal erősebb, meg az energiás nem lehet abba hagyni. Tehát nincs vese, azt nem lehet abba hagyni. Tehát a Tina Turner is 410 éves, és vissza fog térni, mert az energiás nem lehet. <gül> <gül> Hiába volt sok pénze. Frank Capa meg már volna egy szigetet, ezt ott élne, lenne egy zenekara. Ja, de a az biztos, hogy... A adna, de oda kéne menni, tudod. Persze, hát kita, ugye mindenkinél előbb járt sok szempontból, tehát valószínűleg, hogyha az ilyen géniuszok gyakorlatilag halálokig előbbre járnak, bármennyire is aktív a fiatal generáció. Egyébként azt akartam még kérdezni, csak tovább vinném közben a fonalat, hogy a, műsorunknak van egy olyan célja is, hogy valamit átadjunk, tudod, azoknak az embereknek, akik nem tudják, hogy milyen az a zenészlét, vagy pedig arra szeretnék adni a fejüket, hogy zenéljenek. Szóval az jutott eszembe, hogy hogyha már ennyi emberrel játszottál együtt életedben, tehát nagyon sokféle zenésszel, akkor, akkor mi az, amit, amit ugye ebből megtanultál, vagy amit át tudnál adni? Akár, akár az, hogy mit tanultál az emberi kapcsolatokból, akikkel eddig játszottál együtt, vagy hogy úgy emberileg mi az, amit, amit megtanultál ebből az egészből? Pont tegnap tartottam egy ilyen uh, Ask Me Question session az Instagramon, és ott elhangzott egy ilyen kérdés. Az idő, időnként előkerül különböző emberektől, hogy uh, mit kell ahhoz tegyen, hogy uh, a zenei részese legyen és egy legyen. És uh, azt válaszolta neki, amit itt is tudok mondani, hogy mindenképpen legyen maximalista magával szemben, és legyen eltökélt, és semmi esetre se adja fel a vágyait, különben uh, az egész nem ér semmit. Tehát, hogyha nem nem vagy kitartó, és nem teszel meg tényleg mindent 105%-osan a célja érdekében, akkor, akkor egyszerűen nem éred el azt, amit szeretnél. Ez ilyen egyszerű, mm. szerintem. Egyébként te ezen élni a saját magaddal egy zenekarban? Ö... Hú, de furcsa kérdés ez. <síns> Persze, hogy ne? Persze. Mi az, ami miatt zenélnél magaddal? Az emberi tulajdonságod vagy a technikai felkészültség ez miatt? Vagy a technikai felkészültség az egy sokadik dolog, itt, a, itt az alapvető ugye, a zenéhez való hozzáállás. Azt, a, a, én, 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 arra, én büszke vagyok arra, hogy, hogy állok a zenéhez. Tehát, hogy ez nekem ez olyan, olyan szinten, tehát hogyha ez nem lenne, akkor én nem lennék, ez ilyen egyszerű. És a, hogyha magammal maga kéne zenélnem, akkor ez mindenképpen szimpatikus lenne bennem. Aha, értem, ez szuper, egyébként. Meddig lehet eljutni ebben a műfajban? Tehát mik azok, amiket még el lehet, vagy el tudsz élni? Tehát ilyen célokra gondolok, hogy például, hogy hol szeretnél tartani mondjuk egy öt év múlva? Hát figyelj, tulajdonképpen csak csiszolni szeretném azt, amit elértem. Tehát, hogy ugye nem, egyrészt nem nagyon gondolkozom ezen, uh, hanem csinálom. A, a, másik az hogy, az, hogy az, hogy ebben az elképesztő intenzív és nagyon tehetséges, még az általunk említett uh, dolgok ellenére is rendkívül tehetséges világban tulajdonképpen létre tudtam hozni egy brendet, ami, ami, a, ami a nevem, az egy borzasztó nagy dolog szerintem, és nagyon-nagyon büszke vagyok rá, és ezt szeretném csiszolgatni, amíg csak lehet. És megtenni mindent annak érdekében, hogy ez a brand erős maradjon, és az embereket érdekelje. Szuper. Esetleg még, hogyha van olyan, amiről szeretnél beszélni, szívesen elmondanád, akkor azt meghallgatjuk. Ah, csak annyi, hogy csináltunk egy zenekart, Godfather néven. a Tátra azt Így kell mondani, hogy Godfather. Godfather, persze, mm. és kisbetűvel van írva, fater benne a fater, és egy pont van a végén. Mm. Csináltuk ezt a zenekart tavaly, és azonnal kultikus zenekar lettünk, és és az idei év tulajdonképpen arról fog szólni, hogy, hogy elszórjuk magunkat mindenhol az országban, és nagyon-nagyon örülök, hogy megcsináltuk ezt a zenekart. Ugye én a tátraival gyerekkorom óta játszom gyakorlatilag. És azt gondolom, hogy hogy, hogy az, egyik, hogy, az egyik, legjobb zenekart hoztuk létre Magyarországon, amit már most üzék kopiznak itt-ott, amit, nagyon vices, amit nagyon vicces látni. És azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok jó dolgot fogunk csinálni Magyarországon az idén, és, és én ennek nagyon örülök, és csak ezt meg akartam osztani veletek. Gergő, köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünk álltál. Én nagyon élveztem a beszélgetést. Remélem, hogy tudtunk újat mondani a számtalan interjút után is. Én is hát... nagyon élveztem. Jeleztem volna, hogyha bármi probléma van, de hát miért lett <laughs> Jó. Marusítom, <laughs> hogy nem jeleztél semmit. <laughs> okay. Köszönjük szépen, és hát további sok sikert kívánunk. Köszönjük, szépen. köszönjük szépen. Én szépen. Én is köszönöm. Hét napot nektek. Reméljük, hogy mindenki számára hasznos és szórakoztató volt ez az adás. Megpróbálom minél több csatornán megjelenni. Szívesen várjuk a csatlakozókat a Facebookon, hiszen kíváncsiak vagyunk a ti véleményetekre is, illetve örülnénk, ha részt vennétek a műsor készítésében. Ha tetszenek az adásunk, kérlek iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk, találkozunk a legközelebbi alkalommal.